Egy héttel ezelőtt még letakart vitrinek és javításra váró falak között dolgoztak a szakemberek a Kopcsik marcipániában. Csütörtökön pedig már a megtisztított darabok várták, hogy a frissen festett termekben a helyükre kerüljenek. Az eddig látott, kiállított mesterművek újultak meg, vagy bővültek egy-két olyan dologgal, amelyet, hogy minél többet néz Lajos bácsi is, még úgy gondolja, hogy teljesebbé szeretné tenni. Tedd ide, és nézzük meg. Csak meg kell rögzíteni, mert valamikor kivettük. Hát jó. Nézzük meg. Mert oda vagy, nem többen nézzek. Szerintem így jobban mutatok. Jó, kell. 2017-ben is nagy népszerűségnek örvendett a múzeum, több mint 26 ezeren tekintették meg a mestercukrász műveit, mostanra azonban ráfért a renoválás a tárlatra. Az elmúlt két hétben új feliratok készültek, valamint átrendezték a megtisztított vitrineket. Kopcsik Lajos néhány apró módosítást is végrehajtott alkotásain, aki új darabokkal is szeretné bővíteni a kiállítást. Elképzelhető, hogy néhány tárgyat, az most vannak a tárgyalások, tehát néhány tárgyat a vándorkiállításból, mert van nekünk egy vándorkiállítási anyagunk is, ami 30-40 darab között van, és abból én legalábbis nagyon szeretem volna, lecserélnénk egy 3-4 darabot legalább. A Kopcsik marcipániában február 19-e hétfőtől várják ismét a látogatókat.